Most váltsunk egy kicsit pörgősebb mozgásformára. A Marcipán Ese táncosai most egy versenyre készülnek. Pompomlányok, táncos, Mary Poppins, angyalok és piroskák. De ne ijedjenek meg, nem egy újabb farsangi báli összefoglaló következik. Ez csak a Marcipán Ese edzése. Mi, amit most képviselünk, ez a showtánc műfaja, és ebben különböző kategóriák vannak. Mi a Nemzetközi Táncszövetség Magyarországi Fiúk Szervezetének vagyunk a tagegyesülete, és 2013 végén csatlakoztunk hozzájuk, és azóta most már gyűjtjük a pontokat, hogy minél több csapatunkkal, illetve szóló duó táncosokkal kijussunk a világbajnokságra. Hazánkban és a nagyvilágban is egyre népszerűbb a tánc. A legkisebb korosztálytól a legnagyobbakig mindenki megtalálhatja önmagát ebben a sportban. Nagyon népszerű, úgy látom, hogy ez is egyre elterjedtebb, majdhogy nem 40 tagegyesülete van most már ennek a szövetségnek, és amikor kimegyünk a nemzetközi versenyekre, akkor 30 ország vesz részt a világbajnokságon, illetve a nemzetközi kupákon. Mivel a Marcipán Ese eredeti specialitása a fitness volt, így a sok kategória közül is megpróbáltak olyat választani, amiben használni tudják az alapsport elemeit is. Körülbelül 20 táncstílusban lehet itt versenyezni. Mi hármat választottunk ki, ami közel áll ugye a fitnesshez, hiszen mi abban is indulunk. Az egyik a free show, itt akrobatikus elemeket is bemutathatnak a táncosok. Ezek dominálnak, illetve a technikai végrehajtása a különböző elemeknek, ugrásoknak, és hát természetesen az előadásmód és a tánctechnika is számít. A másik kategória a dance show, itt főként a balett alapok a dominánsok, és itt a tánctechnika a leghangsúlyosabb, illetve az előadásmód. És a harmadik műfaj az a fantasy show, itt pedig egy történetet kell ábrázolni a táncnak, és a zsűri felé ugye a táncmimika, arcjáték nagyon fontos kelléke ennek a műfajnak. Mosolygós lányok, csillogás, szép ruhák és ötletes díszletek. A tánc egy újabb lehetőséget biztosít a fitnessben jártas lányoknak. Mi azért léptünk ebbe bele, tehát amiért én ezt úgy láttam, hogy nagyon fontos, hogy egy picikét tovább lépjünk. Nagyon sok nagy lányunk van, akikkel felnőtt kategóriában is tudunk már indulni. A 18-19 éves lányaink is még versenyeznek. Amíg a fitnessbe, junior kategóriában már fogyóban voltunk, itt annál többen tudunk részt venni ezeken a versenyeken. Egészen a mini korcsoporttól vannak gyerekek, de mi csak a gyerekkorcsoportba kapcsolódunk be, illetve junior és felnőtt korcsoportos versenyzőink vannak. Amennyiben valaki szeretne csatlakozni ehhez a társasághoz, vannak olyan adottságok, amikkel jó, ha rendelkezik. A lazasság az mindenképpen kell. Kell azt, hogy élvezze a színpadot, és elő tudja magát adni, merjen az arcával játszani, illetve a testével egy kicsikét hangsúlyosabban mozogni. Nagyon fontos a ritmusérzék. És hát ha a csapatról van szó, mert itt főképpen csapatokkal fogunk részt venni a versenyeken, az, hogy együtt tudjon mozogni a társaival, és hát a csapatszellem, ami nem egy utolsó dolog itt, hogy egységben tudjanak működni, amikor kiállnak a színpadra. Az egyesület még nem mondható régi motorosnak a táncosok között, de eredményeik már így is vannak szép számmal. Tavaly májusban a Pulai Táncvilágbajnokságon 3 bronzérmet szereztek a junior és felnőtt korcsoport free show kategóriájában. A 2014-es Nemzetközi Táncszövetség Magyarországi Fiók Szervezetének Magyar Kupa őszi fordulóján 1 arany, 2 ezüst és 3 bronzérem mellettek gazdagabbak. A 2015-ös világbajnokságon is szeretnék legalább ezeket az eredményeket elérni. A kijutáshoz az első lépéseket február utolsó napján Nagykanizsán megtehetik. Most lesz a Magyar Kupa, amelyen pontszerző
versenyt hirdettek meg. Ez a világbajnokságra egy előkészítő verseny, és minél több pontot gyűjtünk, annál nagyobb eséllyel tudunk kijutni a világbajnokságra, amelyet Olaszországban Riminibe fognak megrendezni. De nem elég, hogy ezen a versenyen jól szerepeljünk, mert novemberben is volt már egy előzetes verseny, egy megmérettetés, ahol jó eséllyel, hát ha most azokat a pontszámokat veszük figyelembe, akkor jó eséllyel szinte minden csapatunk részt tudna venni a világbajnokságon, de még lesz áprilisban is egy verseny, április elején, és az pedig már egy országos bajnokság. Az országos bajnokság pontjai duplázódnak. És hogyha így összegyűjtjük a megfelelő pontszámokat, akkor egyenes utunk van az Olaszország Rimini világbajnokságra. A csillogás és a tökéletes gyakorlatok mögött számtalan próbával és edzéssel eltöltött idő van. A versenyzők fáradtságot nem ismerve dolgoznak azért, hogy minél több érem csilloghasson a nyakukban.